Sziasztok, elérkeztünk 2017 karácsonyához. Ez az év is úgy gondolom, hogy igen gyorsan elröppent. Tegnap egyébként sikeres vizsgát tettem a vállalkozói részből. Ugye kell csinálni a vállalkozás, az egy ilyen ügyvezetői vizsgát, vállalkozói vizsgát. Jó, jog, meg munkatörvény, meg van ebben minden, ez finomság. Na, erről egy külön videósorozat lesz, hogy hogyan jutsz el a vállalkozás beindításáig. Nem könnyű. Hú, gyerekek, na, ha valahol izzadni fogsz, mint a vett malac, akkor ezen a vizsgán biztosra veheted, hogy még a jó indulatból is a vizsga biztos azért oda köszön nekem, hogy igen, úgyhogy megvolt azért a jó indulat, nagyon szépen köszönöm, de nem egyszerű, gyerekek, ez a vizsga, úgyhogy na mindegy, egy más történet ez. Úgy gondolom, itt vagyunk természetesen Nyíregyházán, nagyon sokan megkérdeztek, hogy te nyíregyházi vagy? Igen, a feleségem pedig ibrányi. Jó, és erről is majd lesz egy különösebb videó, hogy mi hogyan tudjuk megélni ezt a kamionozást, de a mai rész nem is erről szól, hanem egy napra, hát inkább kettőre jöhettek el velem, de először ugorjunk fel Nyíregyházának ide a belvárosába, hogy lássátok, mit meg nem teszek a videóért. 11 óra 54 perc van, 24-a ezt a videót ma ki kell adni, és itt tartok, hogy jövök a felkonferálás rész, azt nem lehet ám egy szobába megtenni, ennyire ne legyünk már snasszak. Szépen menjünk és sétáljunk egy-egy Nyíregyháza belvárosába. Na viszont addig ti nézelődhettek, nem tudom mennyire vagytok odáig a statisztikai adatokért, akkor mutatok nektek itt egyet. Ezen az oldalon meg tudod tekinteni, hogy éppen egy csatorna milyen gyorsan növekszik, vannak-e kiugrási pontok, mint az enyémnél láthatod itt, látod azt, hogy naponta mennyien iratkoznak fel, mennyi a napi nézettség, össznézettség, havonta, évente, mindent meg tudsz nézni. És tényleg nagyon szépen köszönök mindenkinek, aki ennyire kitartóan nézi a videókat. A csatorna történetében először 2017. decemberben átléptük most már tisztán is az 1 milliós havi megtekintést. Tényleg én örülök neki, hogy ennyire tetszenek nektek ezek a videók. Én pedig becsülettel dolgozok, mint láthatjátok mai napon is. Karácsony az engem nem érdekel. Egy a lényeg, hogy tudjak valamit adni az embereknek. Remélem, hogy nektek pedig tetszeni fog. Van egy másik statisztika egyébként, az pedig a YouTube-on érhető el. Ugye voltak egy páran, azt gondolják, hogy gyerekek nézik a videót, ez nem igaz. Itt van egész pontosan a demográfiai adatok. Tehát nálam a célközönség, én őket is céloztam meg, a 17-18 évestől 50 éves korosztály. Tehát magyarán ő a célközönségem, és ez így is van, ez így is volt mindig. Valahogy én a gyerekeket nem tudtam bevonzani. Talán mert túlzottan komoly a téma, nincs poénkodás, nincs viccelődés. Néha lehet, hogy elengedem magam, de lássuk be, én inkább a szigor mellett vagyok, mert ez visz előre. Amíg bohóckodtam az életben, nem jutottam sehova. Egy bohóc voltam magyarán. Én pedig nem akarok bohóckodni, szerintem a mai élet nem engedi meg, hogy ne szigorúan vegyünk. Vannak, amikor el lehet engedni magunkat. Például itt a szilveszter, ha nem fájna még a derekam, erről megint lesz egy külön videósorozat, és nem most egy darab videó, hogy mit meg nem teszek. Pénteken még MRI vizsgálaton voltam, vagy MR vizsgálaton voltam Budapesten, ott is összefutottam jó pár autókkal, Scaniához kellett bemenni. Egy napomat ti láttátok, itthon ti fognátok a fejeteket, hogy te nem vagy normál. És komolyan mondom, reggel 6-kor megkezdem, éjfél. Nagyjából így gondold el itt egy napomat Nyíregyházán, tehát ilyen, hogy én unatkozok, olyan nincs. Úgyhogy sajnálatos módon még fájdogál a derekam, de mindent megteszek annak érdekében, hogy ez helyre jöjjön. És azt akartam ezzel mondani, hogy jön a szilveszter. Nézzétek, mindenkinek saját szíve joga, hogy szétcsapja magát, vagy nem csapja szét magát. Én leszerettem volna futni a Nyíregyháza Tokaj közötti távolságot, akár egymagamban, teljesen tökéletes. Szerintem nincs idő ünneplésre, hanem céltudatosan menni kell előre, nincs is mit semmit ünnepelnünk, hiszen egyszerűen az, hogy elvégeztél egy évet, vagy elvégezted a munkádat, ez nem ünneplésre méltó, hanem egyszerűen az alap elvárás lenne, úgy gondolom. Na jön Nyíregyháza belvárosa, aki pedig még egyszer szeretné az ilyen statisztikai adatokat, felül beírod a kedvenc videósodnak a nevét, és akkor meglátod, hogy éppen kinek, hogyan ment ívelt felfelé a videós karrierje. Nálam ugye egy kiugrási pont volt, az a bizonyos 1 millió forintos levonás, ott egy 5000-en iratkoztak fel, és akkor értem el ezt a 860 ezres, 870 ezres, utána volt még azt mondja, hogy 890 ezres nézettség, és most decemberben beindultunk, keményen. Az első közönség találkozó, ugye az, hát akkor most már blogolok, én el tudom pofázni az időt, tehát december 27-e, ugye Szeged, meg kérdeztétek, hogy a Szegedet nem írtam ki, de tehát Szeged a plázában lesz, Szegedi pláza, tehát nem Árkád, a pláza ott lesz, de a Facebookon ki lesz írva, és akkor ide ez alá a mai videó alá is még egyszer, tehát írok egy pontos címet, délután 3-tól, hát 6-7-ig, másnap Győr, reggel 9 és dél között, hát itt aztán senki nincs, és akkor utána pedig
Budapest van 28-án és 29-én Nyíregyháza. Aki kíváncsi arra, hogy hogyan konferáltam fel a Nyíregyházi Televízióban a könyvet, akkor az megtekintheti a videó leírásban található link alatt. A Nyíregyházi Sziesztában vendégszerepeltem, én pedig megyek a belvárosba. Srácok, láthatjátok itt a nyíregyházi forgatók, az nem valami nagy. Hát úgy látszik, ekkora igény van rá. Egyébként a Debrecenit ajánlom mindenkinek, aki még nem volt, az feltétlenül nézze meg, látogassa rá, mert tényleg nagyon szép az ottani forgatag. Én pedig megyek haza és kezdem ezt a videót beszerkeszteni. Ez lesz az utolsó momentum, ezt beszúrom, és akkor utána jöhet a maga az, hogy beszerkeszt a gép, és utána még feltölteni. Ez még onnantól kezdve egy 6 óra hossz, szerintem este 6-ra remélem, hogy sikerül összeállítani. Szóval nagyon szépen köszönöm mindenkinek az idei évi figyelmet, és remélem, hogy jövőre is velem fogtok tartani. Tudjátok, egy videótartalmat mindig találtok, úgyhogy ha csak egy perc fog érdekelni a videóból, akkor remélem, hogy annyit fogsz megnézni. És mit is kívánjak nektek jövőre? Talán azoknak, akik úgy gondolkodnak, az irigységet, higgyétek el, hogy levedlitek magatokból, az, hogy bántsd a másikat, az, hogy szurkálódjál, hidd el nekem, csodaszép lesz az a világ, meglátod. Mert nem, másokban ne a hibát lásd meg, másnak ne a szavában, ne keresd az, hogy mit akarhatott ezzel mondani. Azt lásd meg, hogy mit mondott. Ne az, hogy mit akarhatott, vagy mire gondolhatott. Azt kérdezd meg tőle akkor, hogy te erre gondoltál, vagy te így érteted. Meglátod, hogy lecsendesedik ez a világ, és egy nagyon szép életed tud kialakulni. Csak ne a támadást lásd meg az emberek szavából, vagy tetteiből. És próbálkozz meg többet magaddal foglalkozni, mint sem másokkal. És akkor meglátod, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott lesz a jövő éved. Én azt kívánom mindannyiótoknak. Facebookon biztos, hogy nagyon sokan fogtok írni. Szerintem most nem fogok arra külön válaszolni. Tavaly még válaszoltam az ilyen boldog karácsony, vagy boldog új évet, inkább itt elmondom. Mindenkinek kellemes és békés boldog karácsonyt kívánok. Aki egyedül töltené, ő pedig remélem, hogy jövőre társat talál magának, vagy barátokat talál magának, nyiss a világ felé, és remélem, hogy jövőre még szebb lesz neked ez a karácsony. Az a kolléga, aki úton van, neked jó utat kívánok, és remélem, mielőbb hazérkezel. Bár neked meg jó hír, hogy senki nem lesz az utakon. Na most aztán végképp senki, ebben van tapasztalatom, nyugodjál meg, 3 karácsonyomat töltöttem ki Oszlóban. És baromi jó, én élveztem, tényleg. Azon kívül, hogy hóláncoltam, miközben felhívtak, hogy most fogyasztják a karácsonyi, a szentestén a vacsorát. Mondom, jó, ezt átbírom érezni, most várjál, hagyd tegyen fel a hóláncot. Oszlóba történt egész, pontosan vinni kellett, repíteni kellett a bio narancsot, mert az kell másnapra. Jó? És kívánom, hogy érjetek el mindent jövőre. Legyetek sikeresek, ha kell, legyetek gazdagok, egészségesek, legyen 100 kániátok. Figyelj, ne az irigység vezérje, mindig azt lásd meg, hogy a másik embernek akar jót. Mindegy, hogy ő mit akar neked, te akarj neki jót. Mert ezen tudsz megmosolyogni. Ettől vagy te igazából más ember. És próbálj meg inkább szeretetet adni, mint sem furkálódni, hogyan tudnál belekötni a másikba. Mert ne felejtsd el, mindig csak az az ember tud belekötni, aki sikertelen. A sikeres emberek mindig a többi ember sikerét akarják, legalábbis próbálom ezt hinni az életben, de ez úgy azért nekem úgy tetszetős. Úgyhogy ezt kívánom nektek. A mai videóhoz pedig jó szórakozást. Csapódjunk Belgiumba, mérjük be magunkat, van egy-két újítás, dőljetek hátra, és élvezzétek. Ez a videó egyébként nagyjából októberben készült, úgyhogy jöjjön akkor a mai felvétel. 2 nap, egy rakodás, a másnap pedig 3, nem gyenge lerakodás. Csapjunk bele!
Jó, na meg vagyunk pakolva. Akkor kissük le a zárót. Mindenkinek más a módszere. Ugye az olyan áruk, hogy ne kelljen alatt a bujkálni, az a legjobb, hogy előtte átdobod a spanifereket, betolja a zárót, spanifert leveszel a tetőről és kész, ugye beakolnál előre akasztva. Tehát átdobod, beakasztod, itt lógnak befelé a spaniferek, betolja és spanifer magától le is esik. Ilyen esetben viszont az a baj ezzel, hogy hosszú a záró, itt vannak a spaniferek és ezeket nem tudod húzgálni, már pedig nekem folyamatosan kell. Ezért marad ez lefelugrálás. Itt ugye egy picit a tető lejjebb van, ezt beakasztod. Legyük szépen egyenesbe. Hátul ugye van hely csobbanni is, illetőleg ugye a bicajnak is van hely. Na most ugye már kezdődik a probléma, hogy hogy mész fel. Na figyelj! Valahogy én úgy szoktam. Ugye ez az, amit mondtam, hogy valakinek ez egy kínszenvedés. De hát neked, abból, ez nem, remélhetőleg, és akkor ezt így át tudod venni, és el tudod igazgatni a spanifereket. Jó, amit meg vagyunk a spaniferezéssel, jön az, hogy hogy megyünk le innen. Egyszer emelsz arra, van egy út, hogy megy, bemész erre. Láttál már hegymászó filmeket? A spaniferről meggyőződtél, beakad-e? Ne aggódj, ha valami ez nem fog elszakadni, és nem is egyszerűséggel. Megindulsz lefelé. Beakasztod a lábad biztonságosan, akkor kapaszkodjál meg még egyszer. Így innen kim vagy, ha leestél, akkor talán meg is haltál. Biztonságos ez a szakma. Jó, megy faszául, hanem tök mindegy. És megindulsz szépen lefelé. Arra vigyázz, hogy eléggé tud égetni a spanifer. Így. Így. És lent is vagy. Oké? Okay. Lekötjük, becuppantjuk a bicajt és meg volt a rakodás. Jó, nézzük az útvonal tervezésünket. Korábban javasoltam nektek, hogy ennek a TomTomnak ne adjál be 400 km-nél többet egy. Szerintem teljesen felesleges, hiszen a komplet útvonalat én úgy gondolom, hogy kamionosnak mindig tudnia kell. A másik pedig, hogy ennél a navigációnál nagyon be fog lassulni, hogy rengeteg adatot mindig 150 km-es körzetben látod, felesleges látni az egészet, tehát 150 km-es körzetben látod az összes útépítés, dugót és így tovább. Itt pedig tervez nekünk egy útvonalat. Na most ez az útvonal ránézésre rossz. Ahogy ránéztél, már látod, egyenes a vonala a két célpont között? Nem. 337 kilométert mond, ezért ilyenkor megnézzük, hogy mit tudunk kezdeni ezzel a helyzettel. Ugye itt van ez az út. Kevesen járnak egyébként rajta, és itt egy nemzetközileg is ismert, és neked is tudnod kell ezt az utat, ez nem más, mint a Pirmasensi útvonal, az a B10-es, este nem lehet rajta menni. Ezért fogod, és beteszel neki ide egy köztes célpontot. Ha kiszúrtátok, akkor van egy útépítés, abban van egy útzár ezen az útszakaszon. Beadunk neki könnyedén egy köztes célpontot. Ez így első körben elég is egyébként Tigeni határunk lesz, tehát Tigennél kell kimenni, ezt természetesen megmutatom így nektek. Majd annyi, megfordítottuk a lerakó sorrendet, és tehát Zürich alatt kezdünk első körben. Ha megnézzük így, mekkora lesz az útvonalunk, illetőleg már is ezt a 61-est, hogy ezt elkerüljük. Hát ott már van is egy dugó előttünk. Már is rövidebb az útvonalunk, ugye? Pluszban ez a B10-es, az nem tudom mennyi része, bár valamennyi része az fizetős, de így már is akár olcsóbb is lehet. We'll be right back.
No, megálltam és megvolt a futás része is, végre ismételten el tudtam menni futni. Ezt igyekszem legalább ezeket az 5 kilométereket visszaiktatni, és valahogy megtalálni a közös nevezőt, ugye, hogy a könyv is menjen, a videózás is, futás, munka, minden, és mellé még a család, meg a YouTube, meg a Facebook, na jó, oké, hosszú. Tehát az a lényeg, hogy láttam a kommentekbe, írtam még pár ember, hogy állófűtéssel melegítjük a vizet, most stb. De már régen nincsen, de nagyon régen nincs, tehát itt van az az 5 literes fazék, ebben most körülbelül 40 fokos, 45 fokos, és ami van a mobil zuhanyzóban, ahhoz ezt hozzáöntöm, nézd csak, gőzöl. Közögő forró víz, tehát nincs az már, hogy órákig is talán meggyúlna a fülkéből a francot, mert ezt öntsük vissza, és mutatom nektek, hogy én hát hogyan oldom meg olykor. Nos, a futóruhát azt ide a kormányra teszem, és így az állófűtés jön be, ez reggelre szépen meg fog száradni. Oké, azután fogom kijönünk, és megmutatom nektek, hogy hol is állunk, egy nagyon-nagyon frankóipari park. Hát így néznek, itt állnak így a kollégák, szerintem ebben a kamionban amúgy nincsenek. És így vannak, így a hátam mögött is. Na most nem tudok, vagy nem akarok felmenni hátra, így nyitogatni, tudod, csak kinéznek. Figyelj, két zavar, senki. De nagyon szégyelők, hogy itt egy rét van. Ezt Alexék találták azt a helyet, és akkor ide kitették a plédet, itt hétvégéztek. Úgyhogy nagyon frankó, innen nem messze van egyébként a benzinkút, egy autóhof. Na most, mielőtt félrétés esik továbbra is, aki új becsatlakozó, nem azért van a mobil zuhanyzó, mert én nem tudom kifizetni a 3 eurót, hát azért ennyire ötlen zsugorinak nem néztek. Én legalábbis így gondolom, ezért egy ilyen helyen. Itt nincsenek sörözés, itt nem cserül az üveg, itt nem húgyoznak melléd, nem szarnak melléd. Itt így vagy kint, csendben el tudsz menni futni. És mellé, hogy el tudjak menni futni, nem mondhassam azt, hogy hát de hogy zuhanyzok. Hát a természet lágyölén. Figyelj, van 10 fok. Figyelj, egyáltalán nincsen hideg. Ezt, ha még nagyon szégyelős, hát az nem fog ide látni az a csoffi. Most ezt kinyitod, ugye így kinyitod. Van itt egy kis fény is, és már is lehet szépen csobbanni. Kell lenni jobb csillagos ég alatt. Ne viccelj már. Olyanok az emberek néha, mint aki mindenki luxus. Nem is tudom, milyen milliárdosok lennének az emberek, hogy ez most szégyen számodra, hallod? Ennél több nekem nem is kell az élettől. Csodálatos az idő, úgyhogy csobbanunk egyet. Hát még este nem voltál soha fürödni. Na, hát ez kb. Ugyanaz. Vadkempingezés. No, hát ugye az éjszaka nálam ez nem ér véget. Az a helyzet, tudjátok, hogy én elég egy ilyen örökmozgó vagyok. Úgyhogy ezért is van ennyi energiám, és amikor nem bírom lekötni, akkor nagyon hamar elkezdek unatkozni, és most nem bírom lekötni. Hát a könyv az, lássatok bele, hogyan készül. Egész egyszerűen így, hogy munka után én neki kezdek, és 3 ételt, tehát esténként 3 ételt főzök, ki van készítve, már csinálom a lecsót. Ugye minden egyes ételem benne lesz, most egy ilyen póréhagymás, ananászos csirke megkészül. Hát ilyenkor most igen sokat eszek, mert ugye ezeket meg kell enni. Olyan adagokat csinálok, hogy egy kamionosnak legyen egy vacsorára, meg mondjuk egy ebédre, tehát ez ugye így 400 g csirke, meg a póréhagyma, már egy kis borocska is van. Na és akkor ez így, ez megvan. A lecsó az lesz reggelre, és ugye ezeket külön itt fotózni, akkor elpakolni, lefotózni, ugye itt van nálam ez a Canon 600D, azzal lefotózom, utána Photoshop egy picit azért színeken variálni, hogy itt a fülkében nincs olyan. Tehát lássatok bele ebbe is, mennyi munka ez? Pont beszélek a feleségemmel, és mondja, hogy egyszerűen hihetetlen, hogy mennyi energiám van. Ha hagyjátok, tehát itt van, tényleg letoltuk az egész napot, nem lehet leselőni, hallod? Tehát nekem muszáj még egy 4 órát, legalább munka 15 óra után, nekem muszáj még egy 4 vagy 5 órát még időzelbe dolgozni, edzeni, hogy elfáradjak. Hát ez így készül, amikor nektek hihetetlen, hát az nekem az így készül. Na, kezdjük meg a mai lerakodás sorozatunkat, megyünk először is vámolni, ugye a Rheinfeldenre, bemegyünk még tankolni, van itt egy paraakút, ilyenkor én annyit szoktam, hogy WhatsApp-on elküldöm a műszakisnak, hogy tankoltam DKV kártyára, mert hát azért, ugye, mert az újoncoknak kell ezt igazából megtenni, mert megvannak a kijelölt helyek, és hogy miért nem ott tankolt, tudod, de nekünk már csak azt szoktak mondani, hogy jó rendben, oké. Egészen, hogy tudják, hogy mi nem elcsesztük, hanem nem voltunk olyan helyen. Úgyhogy ennyi lenne, és akkor megyünk le ugye Zürich alá, és akkor kezdjük meg a mai témát. Na most ugye WC, ha megint ugye az lenne, akkor egész pontosan 4 kilométerre van a benzinkút, ahol én meg is fogok állni.
tankolok, szétnézem, és majd jegyzetelek fel ilyen benzinkutakat, hogy mi található rajta, és fogom nektek elmondani az információt, úgyhogy kezdjük el a mai napon, jöhet a vámolás, amiről egyébként elképzelhető, hogy külön videót fogtok kapni, hogy így megtalálhassa mindenki, hogy a Rheinfelderi határon hogyan kell átmenni, láss úgy, hogy én is életemben először lesz volt. Itt a reggel kelni kell, mint a Wecker énekel, félig ébren fél siker, kávé rendel félig el. Az éjszaka hajnalban nyúl, itt a bóét óra múl, nem ilyen kár. Két órája már. Na, hamarosan megérkezünk a határa. Érdekesség, ha a Bázelnak mész, ugye nem jössz el a sor mellett, hát itt már mondom, hogy akkor be kell szépen állni, de csak azoknak kell beállni, akkor, aki a bázeli határa megy. Jó? Tehát ha viszont D-papírral vagy, ezt mindjárt felülírja is, akkor te nem kell, hogy beálljál. Na most mi van akkor, felmerül benned, ha te most mégis elcsaklizol, és ide beállsz, hát szerintem nyomni fogják a dudát, vagy egész sor elejére mész, hát egy lámpa fogja őket, tehát látod, itt figyelj, egyértelműen felülírja, hogy üresen, T1, T2-es papírral jössz itt, fercolunk, ugye vámolás, hát nem írja, hogy Bázel, de hát ezt fogod tudni, hogy Bázel, hát ez ilyen, ez egy ilyen határ. Hát ja. Ez még csak a határ része, ugye bearaszolni, utálom ezt, rühellem a bázeli határt egyébként, hála jó Istenem, mi nem járunk ide. Úgyhogy, hát itt van, áplák, nézhetetek, élő egyenesben, ez így néznek ki. Ah, nem olyan sok ez egyébként, figyelj, relatív egy két óra hosszan szerintem annyit fogsz itt araszolni, plusz a vám, mondjuk egy 3 vagy 4 órát számolj rá pluszba a vámra, mire bejutsz. Na most reggel 9 óra van, délután 3-ra mondjuk, vagy 1-re bejutsz Svájcba. Hát figyelj, ez egy ilyen sport. Ide jönni aludni meg megint, hogy megtelik, ezért nem tudom bemenni, mert tele van a vámplac. Jó, ezt érdekességképp mutatom nektek, tehát így nyugodtan jöhetsz el. Meg még egyszer, T-papírra benálljál, mert a főnököt kitépi a haját. T1, T2, ezt látod a papírodon, hogy mit van, egész nyugodtan menjél, meg ott van leer, üres. Most így jössz, látod? Na most itt, ha mégis bejössz, ide most én tegyük fel, azt mondom, hogy hülye gyerekek, bejövök, bevallom, nem tudom. És nem, én nem ilyen gondolkodású vagyok, hogy én erre kíváncsi legyek, nem tudom, mi fog történni, nem is érdekel. Kamera, hogy levesz, nem vesz, nem tudom, ott a sor vége. Őszintén nem tudom, próbáld ki, aztán írd meg nekem. De én akkor se tenném meg egyébként, mert szerintem több inkorrektség, a többiek nem azért állnak a sort, hogy jó pofizva kikerült őket. És még folytatódik egyébként, tehát ez csak egy része volt, ott még folytatódik tovább a sor. Na, jöjjön Rheinfelden, az 21 km még a határ. Hát bízunk benne, hogy nekünk nem lesz ekkora dugó. Alex elmondása szerint hasonló, mint Bázel. Na látod, írja fent ott is, hogy ler. Tehát üresen, most a T-papír biztos, hogy ezt is írta, hogy T-vel is el lehet menni, tehát akkor ugye megint csak nem állsz be, hanem csattogsz el a sor mellett. Mivel nekünk nincsen semmilyen, van papírunk, így beállunk ide. Semmi dolgod igazából, figyelj, kezdhetsz akár főzni, de nyugodtan tegyél egy filmet. Na most ilyenkor, hogy mire tedd a tahográfodat? Hát figyelj, lássuk be, jó, teheted készen létre is, de ne legyünk már ennyire szőrös szívűek, hát fogod és átszuppantod pihenőre is, már húzod is a pihenőt, de a határon egyébként úgy is lesz pihenőd, jó? De az lenne a lényeg, hogy mire átestél azért a határon, teli idővel legyünk, aztán menjünk, ne még utána, még egy pihenő, én legalábbis így gondolom. Na végre zöldre váltott a lámpa, 11 óra 30 van, úgyhogy szépen elment az idő. Hát én ilyenkor a speciál pont a könyvem írásával foglalatoskodtam, úgyhogy elég jól el tudom tölteni az időt, nekem ez nem probléma. A cégemnek én már jeleztem, hogy itt állok 2 órája a határon, ugye fotót küldtem neki, stb. Ugye WhatsAppon, és akkor ennyi az annyi. Most ugye akik elmennek, azok hát valaki még lehet, hogy csalva megy el, tehát hogy nem mehetne el, de ő elmegy. A tranzitosok, illetőleg az üresek. No, tehát én ezen a határon még nem voltam. De legyünk, hát pihenünk, azt szerintem nincsen meg, de kijöttek volna, amikor álltam egy fél órát ezek szerint. Mert 15 percet az biztos, az előbb is például. Ide bejövünk és nézzük. Itt a svájci import tranzit üres, tehát egy hozzá. Na most ilyenkor például pont az előtted lévő, látod, eljött a sor mellett.
rögtön kiderül, hogy csalt, vagy nem csalt, hogy még sávba fog menni. Nem, tehát látod, elmegy a tranzitba. Most gondold el, ilyenkor egyébként csak annyi kell, látják, hogy piros a lámpa, te meg jössz befelé. És jössz befelé ugye a... ide. Most érted. A rendőr megállít, azt mondja, hogy mutass egy papírt. Milyen papírokkal vagy? Most már nyomja is oda neked a bírságot, szóval tényleg ne játszottak ezzel. Megint korrekt. Ennyi. Hát elmúlt szerencsére az az idő, hogy teljesítményben vagyunk fizetve, hogy ezen neked idegeskedni kell, hogy itt cseszed el a napot. Szimpatikus helyet. Hát biztos, hogy lehet bent aludni. Szép az a R450-es. Mondjuk beállunk így. És akkor a következő, ugye visszabankol a papírunkat. Hát ezt most mobil felvételt fogok nektek készíteni, könnyebb azzal, mint kamerával mászkálni. És nézd csak, ott írja szembe, látod, neki is figyeltük, hogy szó a spedíció. Tehát nekünk ugye spedíciókat kell megkeresni, aztán nekünk adtak viszont egy utcát is, ezt rögtön lecsekkolom. Egyébként WhatsAppon mit is küldtek egész pontosan, tehát Rheinfelden, igen, és csak annyi, az Imlig. Jó, tehát akkor elmegyünk oda a spedícióra, amit vigyél papírok, kilométeredet ugye felírod, azt feliratod az egyik CMR-nek a tetejére is, ide, az aktuális kilométeredet, és vidd magaddal a kis kártyádat. Oké? Nagyon idegű, ilyen kocsipapír, meg ilyen elvileg nem kell. Hát ha igen, akkor bandugó az még egyszer. Van, aki egy ilyen nagyobb, én is régen egy nagyobb irattartóban volt, és akkor benne akár jogsi, személyi, bármit, ha kérhetnek, de nem kérnek. Jó, felírjuk, hogy 914.339, és ezzel kezdjél, hogy ezt megveszed, vagy jobban, hogy beregisztrálod az autót. Na menjünk, akkor intézzük el a papírokat. Végeztem a vámolással, 12 óra 51 perc. Jó, na mi történt? Tehát ahogy odaértünk a szürke épülethez, bal kézre, spedíció, jobb kézre, német és a svájci vám. Rendben. Na most bemész balra, egyébként már ott az üvegfalon neked írja, hogy milyen spedíciók találhatóak bent, az első emeleten és a földszinten. Oda mentem az Imlikhez, nekem az a földszinten volt, beadtam a papírokat, megkereste a hozzátartozó saját papírját, és mondta, hogy jó, nagyjából egy stunde, eine stunde, jó, halbe stunde, fél óra, eine stunde, az pedig egy óra, általában fél óra szokott lenni, vagy 20 minúten, rendben az, hogy a 20 perc. Amint ezzel végeztem, idatta a papírjaimat, illetve adott ugye, adta a Laufzettelt, ami nélkül ugye nem is tudsz kimenni, itt a tikettem, ugye én ezt közben kiváltottam az LSV-ját, és mondta, hogy menjek nur deutsche zoll und fertig. Mondom, szóval nur deutsche und fertig, még egyszer, jó rendben. Ez a biztos inkább, érted? Tehát, hogy magyarán nincsen svájci vám, tehát elvégezed a németet és mehetsz. Na most akkor átballagsz a másik épületbe, beléptél, nagyon egyszerű, jobb kézre svájci vám, bal kézre német vám, három-három ablakkal. Odaálltam, az egyik üres volt, adottam a mókusnak, pitty-pitty-pitty, és már itt is vagyunk, és akkor innen indultunk. Na most 12.52 van, az első lerakunk 112 km. Azt mondja, hogy elmegyünk jobbra. Balra írja, ki nem belül. Hát igen, azt mondja, hogy... Biztos, hogy mondod. Menjünk arra. Nem tudom egyébként, miért írja balra. Arra egyébként dugó is van, de tényleg erre kell jönni, tehát én ugye mindig összeegyeztetem a... Tehát nem a navigáció, tehát mindig megnézem, hogy mi az, amire én úgy gondolom, hogy mennünk kellene. Innen 5 km, csodálatos út vár ránk, és kíváncsi vagyok, hogy ez az a hely, mert hát, ahogy Alex így lefestette, nem valami egyszerű, de hát ugye... Ez legyen a legkevesebb. Régen elég sokat izgultam ezeken. Figyelj, eljössz a Transconához dolgozni, bejutsz olyan helyekre, hogy figyelj, olyan helyeket megjártál, hogy egy idő után már nem érdekel, már nem, úgy gondolod, már nem tud már neked mit mutatni. Tehát volt ugye most, volt ez a legutóbbi, hogy bementem ilyen szűkhelyekre, az a Spalter, az szűk volt? Ó, hát figyelj.
figyelj már. Ott az egy ilyen bóckodás volt. Ugye volt is ott egy kedves kolléga írta, hogy ő ezt zokon veszi, hogyha a főnöke beküldi. De látod, pont ez az, magadat cseszed fel vele. Meg kell csinálni, úgyis meg fogod csinálni. Akkor most mindenki idegesített magad rajta. Könnyedén ment, adtak egy sört, Isten hírjében ment a tavé, én egy pillanatig nem voltam ideges. Azon kívül persze voltam azon a helyen. Eleinte, igen, eleinte nekem is fura volt, hogy állandóan ilyen helyekre. Úgy az ember elmegy egyszer, oké. De amikor töményen ezt csinálod, egy idő után természetessé válik. És több poénnak fogod fel, hogy hoppa, én is be tudtam jönni. Egy kihívás. Semmi, tehát ebben semmi megjátszás nincs, azért vettem ott ismertek az egészet, semmi nincs. Én ilyen halálos nyugalommal csinálom ezt meg, és egyszerűen nem érdekel. Ha itt kell megállni, és azt mondják, oda menjél be, tolasd be, és menjél fel a tanul tetejére, akkor oda fog felmenni. Nem érdekel. Azt meg tudom csinálni biztonsággal, akkor meg csinálom biztonságosan. Ha nem, akkor meg egyezkedünk, hogy biztos, biztos. Ugye volt erre példa, hogy annyira állították, hogy biztos, aztán csak elakadtam. Utána megadták a lapátot, jó pofizva, Szlovákiában. Nagyon örültem neki, nem sikerült kiásni a kamiont, hála jó ének. Megkérdeztem háromszor, hogy itt? Nagy kamion? Olyan? Igen, kamion. Biztos? Hát de mondom, olyan laza, az alja. Kicsit törte a magyar, nagyon törte a magyar, de hát értette, mit akarok érted. Persze, ó, minden kamion itt, ott, fordul, ide áll. Hát, mondom, jó. De ott, amikor a tank felfeküdt a Renault Premiumnál, egy állok, csávó, egy elszállott, és visszajött a kezébe egy lapáttal. Ás ki akkor, szia! Ó, mondom, hogy jó édesanyádat. Na, végül is jött egy billencses, és akkor ő húzott ki. Billencs megadta. Mert ugye mondtam, hogy hívjanak akkor a tűzoltót, hát onnan hogy, hát ők tudnak neked segíteni, hát az fizetős lett volna. Útakadályt nem képez a kamion. De végül a billencs kirántott. Ilyet van. Hát hiába ő küldött be. Te mentél be? Ő mondhatja utána azt, hogy ja, én nem vagyok sofőr. Igen. Ezeket idővel megtanulod. Csak valaki ezt meg nem tudja, és túl parázza tudod a helyzetet, és tényleg meg lehet csinálni, de ő úgy ítéli meg. Hát, figyelj. Ez passz. Ott tényleg egyébként, én azt tudom mondani, hogy mégiscsak én voltam a hülye. Hiába azt mondta az úriember, hogy fordulj meg itt, én voltam a hülye, hogy rámentem arra. Mert egy laza, mély, jó fel volt töltve, kavicson én hülye, rámentem. De jó, tényleg jó nagy plac volt, át is rajta talán valami, de ilyen kisebb, érted, valami 7 és feles, valami ilyesmi állt rajta, azt úgy elbírta. Hát a 40 tonnásat azt már úgy benyelt. Szóval én voltam a hibás. Volt kolléga, akinek be kellett menni a Szentóföldre, de tényleg mondták, hogy hát ha elakad, majd kihúzunk, elakadt. Ott is tankig feküdt. Hát olyan kocibálnak. Hát idegesítően, mit tudom én már nem idegeskedek semmi. Az a tehén se ideges, látod. Elrákcsa magának, akkor te mit idegeskedsz? Na, itt bejövünk balra. És egyre több emberre próbálok így kommunikációval elegyedni. Mindig ki, ugyanoda lyukadunk ki. Mindig az ember a hülye. Így nekem, mindig. Ő be is vallja egyébként a beszélgető partner. Igen, hát igen, ő stresszel itt. Ide mit hozunk? Hát van itt hátul nekem egy ilyen jó nagy tekercs cső. Az, hogy azért megszenvedte egy picit, látom, hogy egy nagyon picit nekiidőlt a ponyvának. Le van kötve. De nem szeretem inget, hogy kinyomja. Egy nagyon picit, egy ilyen 8-10 centire. Hát 10 centire. Hát körül igen, ennyire kinyomja egy ponyvát ott hátul. De csak tudod, hogy neki van dövös teteje, hogy tolja. Fogják a léc, fogja a spanifer. Kinyitottam, megnéztem, hogy mennyire feszül. Nem feszül, tehát a léc az bőven fogja. Meg a spani is. Most várja. Most nem fogazom el. Meg van egy másik csőt az ezzel. Elvileg lépszünk egy pár perc alatt. Megjöttünk az erdő közepébe. És ide van be egy út, várjál. Onnan megjöttünk. Kanyar. Ó, a legjobb. Ja, de azt mondta Alex, hogy orral kell bemenni. Én bemegyek. Azt mondta, hogy. Ezért úgy ilyen, hogy beszélgetsz a kollégákkal. Azt egy benézett és túl is ment rajta. Jó, hát akkor én bemegyek. Megsérjedek, már látom, ide van kívül. Mos, azaz, rőre mos. Ó, ez tényleg szép. Ez a volt kicsi Alexnak. Nézze, de... Ó, hallod. Hát most meg. Te tényleg viccelted az Alex fiú? Hozta rohadt! Ide! Alex, biztos nem vettél engem izére? Farokra? Ne várjál. Ne várjál már. Most
tényleg Alex? Hú, hallod, ember, ha most megszívott, az biztos igaz, hogy... Na várjál már. De várj, ne, hát ott van mellettem, az. Az én nézem, az bemegy az erdőbe, hát de nem, az szerintem ott. Hú, most se jó. Húsztorúhat! Idebe nyergessel? Na jó, van, figyelj, én elkérdez, én hiszek Alexnak, mert minden, csak... Megálltunk az út. Meg én, engem nem érek el. Gyere Pádre, mert én kiszállok. Itt vagyunk a francba. Beugrok. Hát ezt mindjárt meglátjátok, várjál. Jó, na mehetünk befelé. Azért kérdeztem, mert úgy mondta Alex, csak nem emlékezett rá, hogy hol van. Tudod, és most tudjátok, másra gondolunk, és kitalálják, hogy valahogy hátulról kell bemenni. Nem, itt. Hát figyelj, most ránézzel. Ha ezt neked elmagyarázták volna, ágytott, akkor sem mertél volna befordulni. Szerinted? Nincs ezzel gond, figyelj. Ó, sima ügy. Jó, hol kell menni? Hogy jobbra? Ott be jobbra, várjál, ott van egy kocsi. Kérlek szépen. Csak meddig is vége. Megjöttünk. Jó, na megvoltunk a lerakodással, akkor startolhatunk. És ugye mondom, mennyi a következő. Hát valaki a 20-14-5 ott van. Megyünk valamit. És megyünk Zürich, alá, felé, mellé. Aha, mellé. És éppen eltoltuk, nagyszerű. Azért mondom, figyelj, ezeken te meglepődsz, szóval, mintha nem lettünk volna már 100 ilyen helyen, hallod. Csak egy idő után már úgy vagy vele, hogy megkérdezed inkább. És mész a tutira. Tényleg régen felcsesztem magam. Ha figyelj, ma van belőle tök jó felvétel. Hát ne hülyeskedjél már. Ettől lesz izgalmas a csatorna. Na, nem volt semmi baj. Hogy akkor húzzunk bele, 60 km, kérlek szépen, Nanikon következik, Zürich. Hát a technika ördöge, lemerült a kamera. Nagyon hamar lemerülnek egyébként, tehát egyébként főleg, amikor jó minőségben csinálod, csinálom a felvételeket, akkor elég hamar lesz itt pontja. Hát olyan adatmennyiség van, már szerintem megint van egy 300 giga, hanem 400 giga felvétel. Tudnátok benne kuflálkodni, úgy érzem. Hát az a helyzet, tudod, hogy nincs rá időm, hogy feldolgozzam. Tehát csak gyűlik, de mindig újra veszem, hozzáveszek. Egy idő után nagyon régi felvételek vannak. Hát,
figyelj, nem meg sok tudnám mondani, tehát tavalyi felvételekből is van annyi, csak ugye utána, amit nem tartom már, vagy aktuálisnak a témát, vagy én tudom én már nincs kedvem vele foglalkozni, mert van tőle jobb, és kidobálok, ennyi, ilyen egyszerű. Tehát nem azért nem adok nektek felvételt, mert nincs, ne, tényleg nincs rajta. Meg ugye van egy minőség már, és egy idő után ezt nem fogom lerontani. És csak itt pont ez az izé, nehogy ez legyen az a szobi, de nem. Valami ilyesmilyen, pedig én már héderáltam. Ja, jó volt egyébként. Ott az van megadva, most Péter, Annika. Mindjárt megmondom, én nem így tanultam akkor. De szerintem nem. De így volt, egy ide befolyt, és azt akartam mondani, hogy te is fogtam, és itt aludtam. Annyi így a kerítés előtt. Na jó volt, figyelj! Volt délután 5 óra, másnap reggel mondta 8-kor, vagy 9-kor. Fúúúú, mondom ember. Na én azt kialszom a szememet. És akkor elmentem, futottam a folyóparton, elmentem shoppingolni. Hát ez a shoppingolás azért ezt úgy értsd. Ez a tök egyébként, bár bocs, belekapok, de ezt ilyenkor, hogy most ezt megveszed, mert van ilyen becsületkassa, ez odahaza, ez ilyen felfoghatatlan dolog, mi az, hogy becsületkassa. Ez kérlek szépen az, hogy kivonod a téve, rá van írva az ára, és kifizeted. És esetleg még belenyúlsz a kasszába is, kiveszed, és a visszajárót is elveszed, ha nincs olyan annyi pénzed. Miről ezt te képzeled, de ahogy a kasszát a zsebedbe, mi? Már értsd jól, tehát érted Magyarországon. Hihetetlen, komolyan. Nekem ez nagyon tetszik, de hát ez a világ, ez Álmunkban. Na mindegy, tök vásár. Azt hiszem, hogy itt is így tudod megvenni. Szóval ez a vásárlás, na, ott tartottam. Ez azért, ez a shoppingolás az azt jelenti, hogy bemész és veszel egy szalámit, és közben kihizadod a vesélyet. Menj fel, arra. Jó van, az lesz az. Úgy örülnek mögöttünk, mit azt higgyák a izét, a muter. Aha, ez az. Frankó megvettem. Hát drága, gyerekek, ez nagyon drága. Tehát itt tényleg nagyon sokat kell keresni ahhoz, hogy te valami szinten éjjel. Ez... brutál. Tehát azt, hogy te kijössz ide például a családdal, és te dolgozol a család meg otthon héderről, azt szerintem, hogy már esmárás, hogy maradj otthon. Szerintem az halott ügy. Éhezni fogsz. Itt mindenért fizetsz. Na azt mondja, hogy Stahllager. Armierung. Haustechnik? Hát figyelj, Stahllagerbe nem kell menni. Akkor... Bauprodukte? Hát végül is nevezzük Bauproduktének. Akkor sok. Na, menjünk erre. Figyelj, minden út Róvába vezet. Várjál, de mégis jó helyre jöttünk. Ez itt bemegyünk a Stahllager. Most a csávóba jön megint. Na jó, figyelj, most már. Erre mondják, most már nincs mese. Vagyunk Rómába. Csáó, lett el minket, hogy hova jössz? Hát lehet itt hajtani szerintetek, vagy nem? Sajze. Hát nem, most már menjünk el. Na így kerül be a kamionos. Látod? Na így, pontosan így kerülsz fel a hegyre. Mész meg, mész. Hát most már menjünk tovább. Jó, hova menjünk? Mindjárt integet. Hova jössz? Na, nem tudom. Piros a lámpa. Villog. Szerintetek bemenjünk? Tehát ő marad? Nem káromkodni senki. Látod, így összbom, hogy egy céghez. Figyelj, kinyúlsz, mi? Fogtad, bejöttél, szétnéztél. Jövünk, csak kocsikázunk, és csak bejöttem megfordulni. Hallod? Veszélyes. Sokan olyan izének, hogy nem tudom, minek gondolják ezt a kamionozás. Ez kávé ilyen egyéb, ki így jössz be mindenhova. Barátom. Ne fognám néha a fejemet. Hova jövünk? És hová tesz? Ez kifog. Ja, várjál meg. Úgy az a jó. Szerintetek ez kifordul? Nem látjátok az a helyzet?
De hiszen, hogy kikapcsoltam az övet, akkor nem véletlen. De higgyetek nekem, az a csávú időt, az nem véletlenül jött ide. Kiáll egy akkora vasot hátul, eljön. Eljönünk a géppel. A csávú teleterúj. Oké. Okay. Jó van, megoldjuk. Hó, hallod? Transzkónások vagyunk, bejövünk mindenhova. Végül is igen. Hát mert baustól félted, hát most. Scheisse. Na jó, akkor megjöttünk. Na hát így jött így elmenni az idő, sajnos már negyed. Őt van, szerintem nem tudjuk lerakodni a utolsót. Most egyszer át kell menni vissza a másik oldalra, úgyhogy egy lobogós ponyvával, a hátulja az nincs bezárva. Úgyhogy ide vissza megint a bejárathoz, ott leveszi a 10 méteres. Hát először azzal kezdett a probléma, tudod, hogy hú, hát ez biztos neki jött. Hülye kérdéseket feltesszük, hát mondom, ott van cél, mert látod. Azt mondja, jó, akkor megy megkérdezik. Te akkor ez megkérdezés, 10-15 perc eltelik, hát addig itt héder lesz napozol. És akkor mondja, hogy igen neki, jó, akkor menjek át a másik oldalra, azt ott szedi le, utána akkor majd ide vissza, és akkor a másik palettákat meg itt szedi le. De jó, jó. Jó, engem ezek nem érdekelnek, egyébként nincs ezzel baj, csak nekem nincs kedvem Svájcba nagyon az előbbiekért. Ugye nagyon itt éjszakázni, de mindegy, jó, hát most ekkora katasztrófa, már a csávó nem akar aludni Svájcban. Jó. Hát mert nehéz, tudod, mert hogyha netán úgy alakul, hogy nem szeretném, hogy ott nem lehet a cégnél parkolni, akkor szívás. Ó, megint megjárjuk a gyárat. Na, hát akkor bekapcsolom nektek a külső kamerát, majd hát az kész. Az beteges az, aki fordulás van. Jó. Mondhatják, hogy hova? Szóval ez a svájci akcentus, hallod, ez nem lehet azt mondani, hogy németül beszélhet. Ja. Az is jó. Aha, oké. Okay. Oda jön, akkor túljön be. Oda, jó. Új, tarulni fogjuk. Ó, azt a rohadt hallod. Nyissam ki a tetejét is. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Na várjál. Ú, ember halott. Hát, na igen. Hát, ez nem lehet megoldani. Hát ez a kérés az, ami nem biztos, hogy tudok teljesíteni neked, haver. Mert hogy... Hát, ez hogy? Ez nem lehet, nem lehet, mondjuk. Hát az a baj, hogy érdem, te látod, hát... Ne hiszem, hogy kitalálják, hogy neked oda kellene. Légy, ide tehet, parkolj már, le, jó van, oké, okay, jó van! Beszugerálom neked. Ne lennének ilyen drótok itt mellettünk volna. Kihoz az ablakot is. Értem. Csak nem tudom Ferdire venni a izét, érted? Ez van ott így. De hogy menjek oda be, jó ember? Hát be, here is diesel, felfárcolj. Na ja. Most körülbelül azt kellene, hogy beforgatnak gyerekeket, és hogy bemenni oldalra.
Hát néha olyanokat kitalálnak egyébként, de tényleg, mint ami olyan természetes, hogy onnan te beteszed. Hát amit lehetetlen, az lehetetlen. Ember, figyelj, itt egyet hibázol, itt olyan kiukadott kereked. Vigyék innen a francba. Ha úgy, na barátom, tudsz, te akarsz. Na. Hát, papám. Na erre mondják azt, hogy valamit nem lehet megcsinálni. Hát ha nem lehet, meg a tudásom ennyi nem terjed, így már egyszer. És ez meg előrébb gurul felőlem, utána vissza is jöhet. Na, végeztünk az első felével, hát ezt... Ezt jobban nem látjátok, mert szerintem a kamionozásból pár embernek elege lenne. Na. Nem, hát azért van, amikor életveszélyben van az ember, akkor azt már én sem szeretem poénosnak venni. Ha mindjárt mutatom nektek, hogy a... Na hát figyelj, szétjött a tető, egyik része nem tud kiszedni, ott akrobatázol az áruk tetején, így billeg, próbálod kinyitni, kinyitottad. Érted, az eddig rendben van, hogy felmászol, mert felmászol az árgatére, amikor már felhúzózkodni kell a tetőre, ott mászkálsz, a csávó belakadt a izébe, az áruba, az egész áru megindult kifelé, na hát mondom, jó, na én lementem a francba, érted, fejed felett az áru, így meghajolva az a 10 méteres cső, így meghajolva, áj, gyerekek, ezt mondom, ezt jobban nem látjátok, tiszta kosz vagyok, tiszta izzat vagyok, tiszta büdös vagyok. Jaj, kamionozom. Jó van. Akkor most jöjjön újra ez a szar. Hát most átmegyünk innen. Most várja a tető is nyitva van, sem tudom, hogy befér a tető, de elvileg be kéne férjem. Azt elviszik ezt a talicskát innen. Aztán ugye leestek a spaniferek jobb oldalról. Ki kell most nyissam amúgy is az egész jobb oldalát. Most kiveszik két palettát a bal oldaláról, hogy le tudjam kötni, át kell dobálni. Szét kell az egész posztusot gatyázni. Már nem, ezért már figyelj. Hát, hogy minket viszont nem hívnak fel. Nincsen nem fogadott hívás. Tehát nekem a zsebemben nincsen telefon. Itt hívogathatna akár egy órán keresztül is, ha még én rakodok. Kész, érted? Nálam mondjuk ez baromira megnyugtató. Tényleg itt van. Nem. Senki ide fel nem fog téged hívni. Hol vagy már? Mit csinálsz már? Á? Gyerekek, engem egyszer hívnának fel. Ilyen idegesen, hogy hol vagy már? Itt én megfonom. Jó, hol vagyok? Mindjárt a vonaton. Lájtanám a szegeret, az első busszal mennék haza. Én nem tudom, miért tűritek el azt egyébként, amikor érted, az ember csinálja, meg tényleg látod, én is azért fel tudom cseszni magam, ebbének belefárad, amikor azt mondod, hogy ez tényleg nehéz. Vigyétek már onnan, hallod, mert akkor olyan mondom, hogy letolom a francba, hát. Szerencsétlen Csóringer, mert pakoltatják a tüzét, a targoncát, a kúcs, hol van. Ez a kolaszok, hallod. Érted? A szarul esik, elmondom az őszintét egyébként, mert tudom, hogy sok irányító nézi a videókat, de ilyenkor felhívná, nagyon verné. Komolyan mondom, tehát elkezdeni nézélni, hepciáskor még hazamennél, akkor ráborítanám az asztalt. Mert nehéz, na, olykor tényleg fárasztó, meg kell oldani. De mindjárt mondom, felveszem a sisakot, és akkor meglátjátok, hogy ráadásul az áru is hogy van. Tehát ez az a tipikus, igen. Óvatosan átmegyünk vele. Hát lekötjük. Nem könnyű egyébként, tehát már az nem lesz. Nem gáz, vékony csövek ezek. Jó. Na! Elhúzzuk a hátra, hogy benálkodjunk. Itt ez az első. Ezt ki kell engedni. Tesszük a bőből 10 centire. Jó, nagyon jó. Oké. Most a tető, de szerintem befér. Egyszer volt, hogy belakadtam. Így. Valami lemez lerántottam vele, nem tudom, olaszba volt. Tudom, mondták, hogy nyissad kifelé, és akkor gyere be. És így megindultam befelé, csak az a dörzsölő hang, hogy atyaik, hogy mit csináltál. És akkor egy ilyen, hát ilyen valami díszlemez, vagy nem is tudom mit csinálni, de leszakítottam az egészet, érted? Ó, mondom ember, nézzük, hogy mi lesz, de nem lesz tényleg, csak az valami ilyen díszlemez. Így, hogy lelógott ilyen eső levezető. Na, jöttek ott nézni, góri, fényképezni, hogy mi történt? Hát mondom, nyissátok ki, én megjöttem be, hát mondom, ja, ezre bevallom, én is gondoltam, hogy az annyival magasabb lesz. Mondom, levittem.
lefotóztam, küldtem azonnal a személyzet, és meg tudod, ha bármit csinálsz, akkor azt viseled el, de nem lett bőle semmi, tehát mondták ők is, hogy jó, rendben, oké, de azért én lefotóztam, és szóltam a cégemnek, hogy na figyelj, hogy ez van, na figyelj, fú, itt ez a sárga szar, na ezt centisztük, figyeld. Most próbálok jobb, kicsivel jobb ívet venni, de hát itt jobb ívet venni, hát egy valami jobb ívet lehetne venni, amikor kifordulnék a kapun. Na nélkül nem franc. Jaj, most eltekeltek, gondolom, izéket, ja, most könnyedebb vagyunk, oké, hát valamivel. Tudod, most könnyedebb. Ezt néztem az előre, látod a tengelyek, hát így most közelebben nincsenek itt a ládák, persze. Arra vigyázz, hogy a túl végét, tehát jó ki kell engedni az elejét vágod, mert a túl végével meg kiviszed a falat. Azt nem tudom, ilyenkor mennyire van. Hát úgy nézed, honnan tudod, mennyire van? A hátsó lökhárítót nézd meg. Amennyivel van a faltól, annyival van odébb. Tehát ki tudod pontosan számolni, de húzod elfelé. Hát így könnyedebb most, mert nincs itt a... Add hozzá. És látod, az a kiálló szar, azt centizgettem. Rohadna meg. Na hát ez van két helyzet között, nincsenek itt a ládák. Ennyi elkönnyedebb a mutatvány. Na jó van. Na most akkor megállunk, és akkor ezen az oldalon kinyitjuk telébe. Utána árukötés. Hát két ilyen palettán van még aztán. Na cuppantom. Fú, na most nem lenne mobil zajzó. Azt a rohadt hallod. Menne a szentséggel, és hú, de büdös vagyok, komolyan mondom, hogy megizadtam, hogy öröm nézni. Te most tudod, bementél? Remélem, ki tudsz mondani, mert én most megállok. Hagyjatok engem békén. Na. Én csak azt nézem, hogy oda is féljek, tudod, mert le kell spaniferezni, és ezen az oldal spaniferezek. Jó, rakodjunk be. Tényleg, tudtátok egyébként? Ezt nem tudom, hogy mondtam nektek. Nem mondtam nektek. Na figyelj. A Scania-nál, ha magadra tetováltatod a Scania-t, a Scania kifizeti. Ezt tudtátok? Na! Gyerekek, mondtam nektek egy nagyon nagy információt, aki nem tudta. Én nem tudtam, úgyhogy rökönyödve néztem, hogy komoly. Scania kifizeti azt, akinek a tetoválat, vagy magára tetováltatja a Scania-t. Szerintem logó is, felirat is. Hajrá! Lehet menni jelentkezni a Scania Hungáriához, gyerekek, és akkor logót tetováltatni. Mindenki járja a Scania-ba. Persze, valamilyen szinten jó, mert ugye kimész egy strandra, és ott van a Scania mindenhol, de... Szerintem lehet, hogy úgy gondolom, van nekik egy ilyen választott partnerük, hogy valaki, aki ezt ráteszi, érted? Hát láttam egyszer egy srác, aki de a szíve felé volt a mellire tetoválva. Scania, aztán a logóval együtt. És akkor, ahogy mondtam, és akkor mondták, hogy persze, hát ők kifizetik ezt. Hát ez kész. Scania tetó. Új, itt a McDonald's! Nagyszerű! Már hogy van vécénk akkor. Ez már megoldódott. Estére. Bár nekem ezzel most nincsen bajom. De azért jó volt ezt is megemlíteni, hogy itt a klub. Azt mondja, hogy balra. Mi ez? Kit kell keressünk? Briner, az ott mi? Enni. Ez a csodálatos meg is van. Fú, de sötét halott. Fú, de leállok oda a kapura. Na és akkor ide feljebb jövünk. Kézzel itt egy Aldi mellettem. Ja. Beugrok megnézni, itt egy bútorból. Így hova reggel 7-ig lesz időnk. Na. Meg tudunk állni egy a cég mellett. Van itt egy parkolótábla, ezt be valami nem értem. Azt is, hogy kiengedjük. Fordulni tőled. Tehát ott egy ilyen, és csak az a parkoló táblad, az mit jelent? Az ott egy karika, benne két háromszög egymással szembenéz. Én nem tudom, de az biztos, hogy ide lehéderlek. Hát ez itt ilyen személyautóknak fenntartatott hely, ez én nem tudom értelmezni. Az ilyen, amit én nem tudok, ott én úgy nem állok. Ide így nincs tiltás. Ugye reggel úgyis fent leszek, és akkor ha jönnek a dolgozók, ha kell, akkor elállok, vágod. Jobb hián, itt az éjszaka. No, remélem tetszett nektek ez a mai videó. Nem tudom, hogy így karácsony este sokan megnézitek. Nem hiszem, hogy vannak túlzottan jó tévéműsorok.
úgyhogy remélem tudtam ezzel is egy picit valamit feltölteni az embereket. Volt benne egy kis idegeskedés, egy kis izgalom, egy kis ez, egy kis az. Pont ettől lehet színesebb egy ilyen videó. Tarts fel a legközelebb is, hogyha van kedved. Sziasztok, a közönség találkozó pedig találkozunk, aki el fog jönni.